Madár Csicsergő, szép napot kívánok mindenkinek, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk egy következő körmös videóhoz, ami olyan videó lesz, ami még nem volt a csatornámon. Mostanában sokan kértétek, hogy mutassam meg, hogy hogy szedem le a körmeimet, úgyhogy ez egy ilyen videó lesz. Legyetek kitartóak, és legyetek elnézőek, ugyanis ebben a videóban 50 millió újfajta kameraállást próbálok ki. Megköszönném, hogyha jeleznétek nekem, hogy melyik tetszett a legjobban, és nézzetek el nekem minden bénázást a videó során, ugyanis a különböző kameraállások miatt, és az ezzel járó látási nehézségek miatt olyan hibákat is vétettem, amit évek óta egyszer sem. Úgyhogy legyetek kitartóak, és legyetek kedvesek a komment részlegbe, és kezdjünk bele a videóba. Ahogy látjátok, azzal kezdek, hogy megmutatom, hogy hogy is néz ki a körmöm jelenleg. Cuki volt, jó volt, bőven elég volt 2 hétig. Az első lépés mindig az szokott lenni, hogy lecsiszolom a nagyját a körmeimnek. Most 2 fejet mutatok meg nektek, az egyik egy kerámia, a másik pedig egy titánium fej. Változó, hogy mikor melyiket szeretem használni. Úgy éreztem, hogy mára a kerámia lesz a jó választás, viszont ezen nagyon gyorsan aztán láthatjátok, hogy változtattam is. Közben egyébként megérkezett Olesz, ugyanis nélküle egy hangfelvétel sem múlhat el. Tudom, hogy majdnem minden ilyen videómban elmondom, de ez nem feltétlenül egy tutoriál, csak megmutatom nektek, hogy én hogy csinálom a dolgokat, és hogyha valamit mégis hasznosnak találtok, akkor azt alkalmazzátok. I say, what you gon' do with this? What you gon' do with this? Say what? What you gon' do with this? Right here. I say, what you gon' do with this? What you gon' do with this? Say what? What you gon' do with this? Right here. Bring it down. Ladies and gentlemen. Ahogy látjátok, nagyon szenvedek azzal, hogy eltaláljam a jó szöget mind nektek, mind magamnak a munkához. Még mindig nem vagyok benne biztos, hogy hogy fogom megoldani a következő videóban, de próbálkoztam, azt nem mondhatjátok. Ezután átváltottam a másik fejre, ami egy kicsit erősebb is, mint a kerámia. Valószínű, hogy arra ráférne egy jó nagy mély takarítás. Viszont ezzel a fejjel egy kicsit könnyebbnek éreztem azon a napon a munkát, úgyhogy most azt láthatjátok, ahogy szépen csiszolom le az egész körömről a mintát, illetve a vastagságát. Ha valaki nem látta volna az előző videót, azt ide pattintom nektek a sarokba, és elmondom, hogy ez egyébként egy porcelán köröm volt. És tudjátok, hogy nagyon szeretek porcelánt használni, viszont a következő körmös videómban egy új anyagot fogok nektek megmutatni, ami nekem is nagyon nagy újdonság volt. Remélem, hogy tetszeni fog nektek. Szerintem egy nagyon-nagyon szép körmöt hoztam ki belőle. Minden elfogultság nélkül, csak úgy mondom. Ezután leveszem a köröm hosszát, amit kétféleképpen is megmutatok nektek, hogy hogy szoktam. Minden esetben csiszológéppel szoktam lerövidíteni a körmömet, vagy van ez az opció, amikor oldalról elkezdem igazából lecsiszolgatni az egész hosszat, majd ahogy látom, az igazi vastagságot eldöntöm, hogy szeretnék-e még leszedni belőle, vagy már elég vékony. És amíg ezt csinálom, addig szeretném nektek elmondani, hogy remélem látjátok, de egy viszonylag hosszabb videót csináltam, sokkal-sokkal részletesebben, és ebben a videóban nem lesz benne ugye maga a következő köröm elkészítése, mert úgy nagyon-nagyon hosszú lett volna, de nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy tetszik-e így, vagy
valahogy máshogy oldjuk meg. A másik opció, ahogy leszoktam szedni a köröm hosszát, így néz ki, amikor szedem le a vastagságot a szabadszéli rész kezdeténél, ahol a saját körmöm van igazából, ott elkezdem fokozatosan elvékonyítgatni, és egyértelműen ott lesz egy kis lyuk, ahol aztán le lehet majd pöccinteni a műkörmöt. Itt láthatjátok, ahogy ténylegesen elkészül az a kis lyukacska, és utána leveszem a köröm hosszát. Majd egy következő nézőpontból láthatjátok, ahogy a hüvelykujjamról is leszedem az anyagot. Igaz, hogy csak 2 hétig volt a körmömön ez a porcelánpor, viszont kifejezetten tetszett. A másik kezemen még mindig ez a köröm van egyébként, és ez lassan szerintem 3-4 hetes körül van. Talán egy körmömön van egy nagyon pici fellevegősödés, és nagyon-nagyon erős, és jól bírja még most is. Úgyhogy kifejezetten meg vagyok vele elégedve.
y'all, so dig this. We come out the bar, it's already like 3 o'clock in the morning. We standing in the middle of the parking lot, drunk as shit. She talking about, let's go back to the car, I got a six pack in the trunk. I'm like, then you know me, but you don't be. Better back the fuck up off me. You soft G, I'm the boss B. Trying to double cross me, it's costly. I'm the coldest, and you know this. When I wrote this, I was focused. Now I'm laughing, and I'm walking. Ain't got time for the talking. You hoping and wishing that I ain't gonna start with the dissing. You holding and folding, this chance right here is golden. Yeah, I'm the chosen and the broken, steaming hot and smoking. You choking and coughing, this right here is awesome. I'm the freshest. Ezután, ahogy látjátok, egy nagyon picit megreszeltem a körmeimet, hogy ne legyen egyáltalán éles vagy repett szél. És elővettem a Brillbird-ös porcelán oldót, aminek láthatjátok az összetételén, hogy leginkább acetonból áll, úgyhogy ha valakinek nincsen ilyen otthon, de leszeretné oldani a körmeit, akkor egy teljesen hagyományos aceton is megteszi. És látjátok, ehhez van kifejezett leoldó fólia, ami csak a lustaság miatt fontos, ugyanis sima alufóliával és egy kis vattával meg tudjátok csinálni otthon magatoknak is. Ezt a kis vattás részt beáztattam az oldószerbe, és beleforgattam az egyik ujjamat. Értelemszerűen a vattás résznek kell a körmötök felől lennie, és rá kell csomagolni úgy ezt az alufóliát, hogy minél jobban zárjon, és elég meleget tudjon termelni bent ez a kis cucc, ahhoz, hogy kellőképpen fel tudja oldani az anyagot a körmödről. To the A-M, to the A-double-R, to the M-A, uh-huh. C to the L, yes, I to the N, we do it like this all day. Now what you say that you gon' do? So you trying to get with my crew? Whoa, how the fuck do you figure you can duplicate things that we do? Cause it's the N to the I, uh-huh. C to the E, yes, we rip flows like this crazy. Leo W, well, now can't you see? Amíg oldódnak a körmeim, addig csináltam egy kávét, és szeretném nektek megmutatni, hogy a világ legcukibb szívószála az enyém. Ugyanis színváltós, melegben rózsaszín, hidegben sötétkék, és gyönyörű, átmenetes. Fantasztikus! Miután letelt a nem tudom, hogy pontosan mennyi idő, talán egy 10-15-20 perc, leveszem az összes fóliát a körmömről, és egy bőrfeltolóval nagyon óvatosan, nem mondom, hogy lekaparom, letologatom a feloldott porcelánt a körmömről.
és miután végeztem a lekapargatással, letologatással, egy bufferrel átmegyek az egész körmöm felszínén, hogy a nagyon pici darabok, amik ott maradtak, azok is teljesen eltűnjenek. Ha szükségesnek érzem, előveszek egy 180-as reszelőt, ami az egyik leggyengébb, és azzal is átmegyek a körmömön, vagy azokon a részeken, amin úgy érzem, hogy szükséges, esetleg a szabad széli részem. Ezután portalanítok, és itt van egy csodálatos közeli, ahol meg tudjátok nézni, hogy hogy néz ki a körmöm leoldás után. Ez az a 180-as reszelő, amiről beszéltem nektek, de természetesen bármilyen más márkának a reszelője is tökéletes. Legutoljára a Brillabirdnél vásároltam, úgyhogy onnan vettem új reszelőt. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én ha csinálok új körmöt, ha nem, szeretek egy manikürt csinálni, csak hogy teljesen tiszta és rendezett legyen a kezem, úgyhogy a következő lépésben a szabadszéli részt távolítom el. Ha nincs műkörmöm, akkor jobban szeretem, ha a saját körmöm maximálisan rövid, és amennyire csak lehet, szeretem rövidre reszelni. És ez nincs másképp akkor sem, hogyha műkörmöt készítek. Reszelés után nagyon sokszor a maradványok beszoktak ragadni a körmöm alá, úgyhogy azokkal kiszedegetem és lereszelem a sorját, hogy teljesen tiszta legyen a vászon a következő munkához. Just came to dance and go all night long. The look in your eyes, you...
majd ezután előveszem a csiszológépet, és beleteszek egy, azt hiszem ezt a fejet magyarul kúpnak hívják, kifejezetten orosz manikűrhöz van, száraz manikűrhöz, minden egyes alkalommal ezt használom. Végig megyek a körömágyi rész előtt, hogy a letapadt kutikulát fel tudjam szedni, és a körömágyamat megpróbálom egy kicsit hátrébb tolni vele, mindezt nagyon óvatosan, szinte nyomás nélkül, és minden esetben vízszintesen tartva a csiszolófejet. Emellett viszont igyekszek nagyon alapos is lenni, ugyanis minél jobb az előkészítés, annál tartósabb és szebb lesz a műköröm, úgyhogy ezen a részen akár gépileg, akár kézileg csináljátok, szerintem sose spóroljatok. Ezután elkezdem levágni az elhalt kemény bőrt, és be kell valljak nektek valamit, határozott függőségem van bőrvágás téren, és lehet, hogy látni is fogjátok majd a videón, egy kicsit szeretem túlvágni a saját bőrömet, és lehet, hogy előfordul olyan is, hogy hetente többször vágom a saját bőrömet, de ezt csak zárójelben említem meg nektek. Miután ezzel kész vagyok, láthatjátok a körmömet, készen az új műköröm felhelyezésére. Ezután egy Diamond Nails-es 2:1 cleanser bézzel fogom áttörölni a körmeimet és szálmentes törlőkendővel, hogy minden port, ami esetleg a portalanítás után rajta maradt a körmömön, illetve a sáncokba, azt le és ki tudjam szedni, és ezzel 100%-osan előkészítsem a körmömet a következő szetre. És ahogy látjátok, ez lett a végeredmény. Így szedem le az aktuális műkörmömet, és készítem elő a körmömet a következő szetre. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. A következő körmös videómban láthatjátok a jelenlegi szettem elkészülését. Pár napon belül fent kell lennie a csatornámon, remélem, hogy annál is ott lesztek. Köszönöm szépen, hogy ma itt voltatok velem. A következő videómban találkozunk. Sziasztok!